akarnak békét, ők sem akarnak egyébként tűzszünetet, azért, mert ők még előrébb akarnak menni az ukránok, meg azért, mert visszába akarják tolni az oroszok. Én úgy gondolom, hogy itt még a telepen nem tudták elérni azt, amit szerettek volna. Ez jellemző az ukránokra is, és jellemző az oroszokra is. Tehát ez azt jelenti, hogy a háború folytatódni fog mindkét fél részéről, és ezt aki megérti, az rendben van, aki nem érti meg, az időnként olyan vadolgokat mond, amit az előbb is hallottunk. Tehát én úgy gondolom, hogy orosz részről egy éves harc után ilyen kevés eredményt elérni, hát nem egy komoly katonai siker. Tehát folytatni akarják ezt az egész tevékenységet. Ukrajna részéről pedig, hát azt mondták, hogy ki kell űzni az orosz erőket a megszállt területeken. És ez még nem következett be. Szerintem ahhoz, hogy valóban béketárgyalást legyen, ami békével zárul, ahhoz valamelyik félnek vagy katonai vagy stratégiai vereséget kell szenvednie. Hát ebben a felemészben ezek általában így történtek, igen. Tehát valaki kikapott. Hát, szerintem ez logikus. Nyilván aki a nemzetét, a családját védi, az nem fogja azt mondani, hogy jó, köszönöm, hogy hagyjuk abba, vigyétek az ország egyharmadát, kell-e még esetleg valami hozzá, ilyen nem lesz. Aki agresszorként támad és otthon azt akarja bemutatni, hogy már pedig ő a világ ura, az jelen pillanatban nem motivált arra, hogy ezt a háborút lezár. És azért mondom a katonait vagy stratégiait, mert nyilván az erőforrások kiapadása, vagy valami belpolitikai válság a kormány mögött épp olyan stratégiai vereség tud lenni, mint hogyha katonailag kell. Jelen pillanatban ilyen nincs, és abban van valami igazság, hogy a világ nagyhatalmai valamilyen módon tudnák erre vinni a két oldalt, de szerintem a motiváció miatt jelen pillanatban még ők sem tudnának elérni semmit, mert a nap végén oda kéne tenni, hogy értjük, és akkor területileg mi lesz a megoldás. És szerintem olyan megoldás, amire bármelyik fél most azt mondja, hogy akkor ezt a területet mégiscsak ott hagyom, vagy mégiscsak átengedem a másiknak, de ilyen jelen pillanatban nem tud lenni. Lencse Tamásra még visszatérve az állami tévében is beszélt arról, hogy elkezdték többen címkézni a békét. Azt mondja az államtitkár, hogy valaki azt mondja, hogy...